Brecskó. Brecskó indítása Fülöpnek, jönnie kell, megvan a labda. Ez nem volt veszélytelen, Birsa volt a kiszemelt. Huszti. Induljunk el előre bátran, most a bal oldalon ketten is vagyunk. Vancák zárkózik, jön a beadás, Priskin van középen. Kifejelik előre, Buzsáki még megpróbálja megszerezni, és Logár elfejeli. És aztán kétségbe esetten vágják ki a vendégek. Tímár. Fülöp, nagyon rövid az a labda. Ezekre figyelni kell Tímár Krisztiánnak. Minden rendben, ebből nem lett baj. Azért Tímár is érzi, hogy ez most nem volt okos döntés. Priskin. El tudott most szakadni egy pillanatra az emberétől. Szembe is fordul Priskin a kapuval. Zsidai, a jobb oldalon pedig Huszti érkezik. Huszti adja be, Priskin fejelne bele. És a végén Handanovicsé a labda. 30. perc, megjön a magyar szurkolók hangja. Priskin bele tudott ugyan csúsztatni, de Schüller sajnos ott volt mögötte. Na lóduljunk meg, Tisza Tibor. Elő Priskin és Ferenci létszámfölényben a szlovének. Tisza, Vas. Elhagyjuk a labdát ismét. Zslogár 3-2 ellen mehetnek a szlovének. Ott az itszer, Novákovics, Novákovics, egybe passz. És nincs les, vezet Szlovénia. Ahelyett, hogy mi vezettünk volna ígéretes támadást, eladtuk a középpályán, kétszer hibáztunk, és ezt Novákovics passzából Sisics használja ki. Vezet a szlovén válogatott. Hihetetlenül bosszantó, megszerezzük a labdát az oldalvonalnál, Tisza elindul vele. Egyszerű ront, aztán itt középen odapattan Vas elé, ő meg Tőzsér egymásra várnak, Zslogár meg senkire nem vár. Kilép kettejük között, megvan a 3-2 elleni helyzet. Juhász és Tímár is behátrál, a labdásra ugye menni kell. Tímár vált be végül, megkapja Novákovics, a túloldalon üres ember, a labda mögül érkezik. Hát íme, így született meg a szlovén csapat vezető gólja. Mirnes Sisics találata. Erőszakosan kezdtük a második félidőt, és erre ráfizettünk. Huszti. Vas. Vas, te jó ég! Odaadjuk a labdát az ellenfélnek. Fülöp hatalmas bravúrja Novákovics zicserénél. Néha egészen hihetetlen, mintha 3 hónapja nem fociztunk volna. Olyan hibákat vétünk az első gól előtt, és most is hoppá! Na ott viszont egy piros lapnak kell villannia. Ez teljesen egyértelmű szabálytalanság. Azzal a magyar játékossal szemben, aki gólhelyzetben ugrana ki, ehhez képest az osztrák játékvezető sárgát sem ad. Legalább akkora hiba, mint amit mi elkövetünk. Schüller várja a kapust, érkezik a magyar támadó Orosz Péter. A labda felé egyetlen mozdulatot nem tesz a szlovén. Hát ezt Puhl Sándor nélkül is most kimerem jelenteni, bár ha ott ül a stúdióban, meg szoktuk várni. Ez most játékvezetői baki nem is kicsi. Hiszen ha ott elviszi a labdát Orosz, akkor az egyértelmű gólhelyzet. Ezzel együtt nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond erre majd Puhl Sanyi. 74. perc. Nézzünk egy magyar szabadrúgást, ha már azt legalább megadták. Huszti. Belebombázza a sorfalba. Szöglet. Vadóc. Ferenci elengedi a labdát. Huszti lekészíteni. Vancák. Volt kapura lövési kísérletünk a 76. percben. Jó lenne, hogyha próbálkoznánk jóval többet. Ha ott maradunk 30 méterre, nem baj, el kell lőni. Hát ez most már a hajrá. Tisza. Ferenci próbált pozíciót foglalni. Vadóc, Ferenci. Kaput eltaláló lövésünk is van már. Tisza. Jó a visszacsel, Tisza, megpattan a beadás, mi érünk oda előbb, és ellövi Vadót! 82. perc, talán ez a 2-3 kapuralövési kísérlet lendületet ad a hajrára. Vadóc ráfordul, kellemetlen lett volna Handanovicsnak a lövés nagyon, mert takarásból érkezett. A szlovének itt az utolsó másfél percben azt csinálták, amit egyszer már sikerrel.
tettek, vagyis itt tartották a labdát a magyar térfélen, kiarcoltak szabadrúgásokat, és ezzel alig, hanem megnyerik ezt a barátságos mérkőzést. Leviszik a szögletzászlóhoz, a 3 perc már letelt. És abban a pillanatban, hogy labdát szerzünk, Stefan Messner lefújja a mérkőzést.